mindenkinek az előnyére válik egy szép, rendezett környezet, és nem egy ilyen dzsindzsa, ami itt volt. Tele volt patkányokkal, skorpiókkal. Ember, most megyek negyedszer körbe a templom körül. Figyelj, szerintem a fáradt olajból 6000 liter elég. Kapun be tudtok jönni. Figyelj, annyi, hogy véletlenül öntsétek ki oda hátra, ahol a fák vannak. Hagyjál már, most megyek a templomba. Lehet itt sírni, hogy 21 milliárdos jelzáloga van rajta a Mészáros Lőrincnek. Vissza kell fizetni a pénzt, és akkor nem lesz rajta jelzálog. Alapvetően nem lakásoknak szánt, nagy beépíthetőségű építési övezetekben épülnek sorra a lakóparkok a 12. kerületben. Korábban bezárt intézmények területeit alakította ilyenek ki az önkormányzat, megnyitva ezzel az utat a városképben nem illeszkedő, sok emeletes társasházak építése előtt, miközben gondosan ügyeltek arra, hogy amikor lehetne, akkor se keressenek egy fillért se a dolgom. Hogy a befektetőkön kívül kinek jó ez? Jó kérdés. A főváros, mint magasabb szintű önkormányzat nagy vonalakban meghatározza, hogy mik a beépítésre szánt és nem szánt területek. Így például, ami a fővárosnál erdő, az a kerületnél is csak erdő lehet. Ezért is akadt el egyelőre a Rácz-Ladár útmenti erdős rész lakóövezet bevonása, ezt hiába szavazta meg a 12. kerület, ez önmagában nem sokat jelent, még a fővárosnak is rá kéne bólintania a dologra, ahova viszont egyelőre el sem jutott a javaslat. Pokorni Zoltán visszakozása érthető, ugyanis fővárosi körökből informális csatornákon keresztül azt lehetett hallani, hogy ott nem lelkesednek különösebben az ötletéért. Viszont azt, hogy egy beépítésre szánt területen mit és mekkorát lehet építeni, viszonylag széles keretek közt maguk az önkormányzatok szabhatják meg, ezt nevezik övezeti besorolásnak. Főszabályként az önkormányzat dönti el, hogy milyen funkciójú épületek lehetnek egy telken, lehet ott oktatási, kulturális, szociális intézmény, vagy éppen lakóépület. Ugyanígy az önkormányzat szabja meg, hogy mekkorák legyenek az övezetek szabályozási határértékei, a beépíthetőség, a színterületi mutató, az építmény magasság, vagy éppen a megtartandó zöld felület mértéke. Kis kitérő a színterületi mutató. A színterületi mutató sokszor fontosabb a fejleszthetőség szempontjából, mint a beépíthetőség, amit mindenki ért, és annyit jelent, hogy a telek hány százalékára lehet építeni. A színterületi mutató a lehetséges építmény összterületére vonatkozik, emeletekkel együtt, az ingatlan méretéhez viszonyítva. Például, ha a színterületi mutató 0,2 egy 1000 négyzetméteres telken, az azt jelenti, hogy az építmény összterülete, tehát a földszint és az emeletek együtt összesen 200 négyzetméteresek lehetnek. Ha meg mondjuk egy a színterületi mutató, akkor összesen 1000 négyzetméternyi lakás épülhet az üres telekre. A Széchenyi hegyen és a Schwab-hegy felső részén levő lakóövezetek jellemzően 10-15%-os beépíthetőséggel bírnak, amiből következik a környék kertvárosias családi házas jellege, szóval az, amiért az itt élők szeretik ezt a részt. Létezik viszont egy olyan besorolás is, amit vegyes intézményi övezetnek neveznek, ezt arra találták ki, hogy ezeken a részeken működhessenek azok a szükséges intézmények, iskolák, kórházak, amiknek érthető módon nem elég a 10%-os beépíthetőség. És ezzel alapvetően nincs is semmi gond, amíg nem másra használják mindezt. A 12. kerület pedig éppen ezt teszi. A kerületben sok bezárt kórház, szanatórium, hotel vagy éppen iskola épület található, amiket funkcióiknak megfelelően korábban a vegyes intézményi övezetbe soroltak. Szintén érthető, hogy miután ezek bezártak, új funkciókat kapjanak. Teljesen logikus, hogy ne az ország legdrágább telkein épüljenek kórházak, vagy éppen ne szállodák épüljenek oda, ahol senki sem keres szállást. Ezért úgy gondolom, hogy az eredeti funkció megtartása valóban nem várható el azoktól a befektetőktől, akik megvásárolták ezeket az ingatlanokat, és az is érthető, hogy lakásokat szeretnének ide építeni, hiszen azokra van nagy kereslet. A telkekkel kellett valamit kezdeni, hiszen annak sincs sok értelme, hogy életünk végéig romos kórházakat és félig összedőlt hoteleket nézegessünk.
Ezért tűnt volna logikusnak, hogyha az önkormányzat feldarabolja ezeket a jellemzően nagyméretű területeket a környéken szokásos 1000-2000 négyzetméteres telkekre, és átsorolja a lakóövezetbe a környéken szokásos 10-15%-os beépíthetőséggel. Ez nem változtatta volna meg a környék arculatát, és valószínűleg kevés embert zavart volna, hogyha családi házak épülnek a bezárt intézmények helyett, és a befektetők még így is bőségesen jól jártak volna. Az önkormányzat viszont más utat választott. A bezárt intézmények területeit meghagyta vegyes intézményi övezetben a maguk jóval nagyobb beépíthetőségével, ugyankor olyan A-kategóriába pakolázta át őket, ahol már lehet lakófunkció. Így történhetett, hogy létrejöttek azok az egybefüggő részek, amik sok ezer vagy akár több tízezer négyzetméter területűek, jóval nagyobb a beépíthetőség, mint a környéknek, de lehetnek rajtuk házak, és így megnyílt az út a lakóparkok építése előtt. Pontosan ez történt az Eötvös úton épülő lakóparknál, és a Konkoly-Tege út mellé tervezett lakópark esetében is. Na meg a BMTBC kórháznál, vagy éppen a Virágos úti OTP-s projektnél. Igazából a befektetőkön kívül nem látni, hogy ez kinek jó, és csak tippelgethetünk, hogy milyen egyéb, számunkra nem látható pénzmozgások történtek a projektek megvalósulása során. Még egy kis kitérő. A pénz. Van egy dolog, ami sok esetben és általánosságban valóban megköti az önkormányzatok kezét. Ha egy önkormányzat úgy dönt, hogy egy magántulajdonú telek övezeti besorolását úgy módosítja, hogy a teleknek csökken az értéke, mert mondjuk kevesebbet vagy kisebbet lehet rá építeni, a tulajdonos perelhet és nyerni is fog. Így valóban nehezen várhatjuk egy önkormányzattól, hogy magántulajdonú beépíthető telkeket tömegesen erdővé minősítsen. Persze egyedi esetekben azért elképzelhető az ilyen, de nem olcsó mulatság. Esetünkben viszont érdekesebb a fordított irányú folyamat, mikor is az önkormányzat értékesebbé tesz egy telket, akár azzal, hogy megnöveli a beépíthetőségét, akár azzal, hogy engedélyezi a lakófunkciót egy olyan ingatlanon, amivel enélkül a tulajdonos nem igazán tud kezdeni semmit. Logikusnak tűnik, hogy ha már ilyet tesz egy önkormányzat, legalább kérje el az értéktövekedés árát a tulajdonostól. Önkormányzatunk ilyet viszont nem tesz, így felmerül a kérdés, hogy a tulajdonosok hálája milyen egyéb formában kerülhet kifejezésre. És akkor innen lesz egy felüljáró, négysávos, ami elmegy majd a déli pályaudvarig. A szép kilátást el kell bontani. Mindegy, úgy sincs kilátása, a régit is azért bontották el. Aki aggódna az Eötvös vagy az Istenhegyi út autópályává alakulása miatt, igazából jól teszi. Csak az Eötvös és a Konkoly-Tege úti lakóparkoknál összesen 395 parkolóhely fog épülni, ami nyilván minimum ennyi autót is jelent, és akkor még ott van a Vízszarony melletti szintén hatalmas építkezés. Persze ezek csak számok, de nézzük meg, hogy mit jelentenek a gyakorlatban. A normafa törvény megszavazásakor készült egy forgalomszámlálás az Eötvös út aljánál, amin az látszik, hogy a reggeli csúcsforgalomban átlagosan kb. 400 autó jön le a hegyről. Nem tévedünk nagyot, ha arra tippelünk, hogy a lakóparkokban parkoló 400 autónak a fele megjelenik majd a reggeli csúcsforgalom. Ami már önmagában 50%-os növekedést jelent. A növekvő autóforgalom bizonyára megjelenik majd a magas úton is, hiába tilosít áthajtani, hiszen ez pihenő lakóövezet, az önkormányzat képtelen érvényt szerezni a kereszttábláknak. Viszont legalább kellemes zene szól. Ha látnátok esetleg Garni cicát, akkor hívjátok a 20-981-42-93-as számot. Új, a hegyről levezető utaknak pedig nincsen hely, és a gazdagok még mindig nem helikopterrel járnak dolgozni, úgyhogy jöhetnek az egyre nagyobb dugók az Istenhegyin, a Németvölgyin és mindenfelé. A Széchenyi-hegynek és a Schwab-hegy felső részének van egy sajátos hangulata, amit alapvetően a régi villák és a családi házas telkek határoznak meg. Vélhetőleg ezért is van ilyen nagy ellenállás az épülő lakóparkokkal szemben, bárki beláthatja, hogy teljesen más hangulata van egy családi házas teleknek, mint egy olyannak, amin 3-5 ugyanolyan 4-5 emeletes épület van. 1892-ig itt volt Budapest határa, ekkor vásárolta meg a főváros Budakeszitől a Konkoly-Tege út és Budakeszi közti erdőt, pontosan azért, hogy megmaradjon erdőnek. Azóta sokszor csipegettek le belőle, és legtöbbször éppen a jó levegő miatt, ugyanis a TBC-t korábban nagyon mással nem tudták gyógyítani. A betegség kezelésére elég sok kórház és szanatórium épült a környéken, de megépült az úttörővasút, a Csillebérci tábor, a KFK-i kutatóintézete, és ide került a csillagvizsgáló is, miután a korábbi Trianonkor elcsatolták Magyarországtól. Mostanra 547 hektárnyi terület maradt meg ebből az erdőből, ami növekedni már valószínűleg sose fog, és épp ezért lenne fontos, hogy legalább ne is csökkenjen tovább.
Ezért is különösen problémás a Konkoly-Tege út mellé tervezett lakópark, ahol a tulajdonos által készítetett hatásvizsgálatban azt mondják, hogy ez milyen kis apró, jelentéktelen terület az egészhez képest, csak hogy mindig pont ilyen kis apró részenként fogyott el az erdő. Na szóval nagyjából ezen a területen lesz a házam, azt onnan még ki kell vágni, beárnyékolja azt a részt, meg oda bejönnek a rókák, tegnap is bejöttek, kell egy út oda Budakeszire, marha nagyot kell kerülni most Budakeszi felé, legalább fél óra, ott 5 perc alatt leérnénk. A csillebérci tábort a szocialisták 30 éven keresztül próbálták ellopni, sikertelenül. A Fidesz egy tolvonással mindezt megoldotta, most arra alapítványi tulajdonba került, leszámítva a mögöttem lévő vadászház nevű épület, amit viszont sikerült a szocialistáknak még korábban ellopniuk. Ahol most állok, ez a rész, ez pontosan ugyanolyan erdő volt, mint amit itt mellette láttok, amíg nem jött a Hegyvidék Real Estate Kft., aki miközben szemközt építkezett és elbontotta a fél hegyet, ide hordta be, amit onnan kitermelt. Sokat próbálkoztunk az önkormányzatnál, hogy legalább büntesse meg ezért a céget, de nem jutottunk semmire. Az önkormányzat a mai napig nem ismerte, hogy itt bármennyi fát kivágtak volna, mondvá, hogy nem látszanak a csonkok, hát valóban nem látszik, mert ráhordtak 2 méternyi földet. Nem tudni, meddig marad meg ez a rész ilyennek, mint amilyennek most látjátok. A 12. kerületi önkormányzat ugyanis megszavazta nagyjából 8000 négyzetméter rácaladár útmenti erdő átminősítését lakóövezetté. Szerencsére ezt önmagában nem teheti meg, még a fővárosi közgyűlésnek is rá kéne bólintani a dologra, ahova Pokorni Zoltán egyelőre nem merte bevinni a javaslatát. Szerintem elég nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben a 12. kerületi önkormányzat dolga éppen az ellenkező lenne, mint amit tesz. Szerintem minden eszközével a beépítések ellen kéne küzdenie, és nem hogy éppen hogy létrehozni ilyen hatalmas beépíthetőségű területeket. És persze sokszor az állam, vagy éppen a nevében eljáró MNV sem volt a helyzet magaslatán, ugyanis amíg tulajdonában voltak a már említett bezárt intézmények, például simán át lehetett volna minősíteni az erdő melletti részeket, erdővé. Miután ezek magántulajdonba kerültek, ez már jóval drágább mulatság lett volna. Ugyanakkor mindenki különös gondot fordított rá, hogy se az állam, se az önkormányzat ne járjon jól anyagilag a dologgal. Ennek egyik állatorvosi lova a Budakeszi út melletti egykori BMTBC kórház területe. Ezt először nevetséges áron eladta az MNV, és valljuk be, olyan sok értéke valójában nem volt, hiszen csak kórház lehetett volna itt nyitni. Majd, mikor már mindez magántulajdonban volt, jött a 12. kerületi önkormányzat, és ezt is átminősítette egy olyan vegyes intézmény területté, ahol már lehet lakófunkció és lakópark. És ezért természetesen semmiféle ellenszolgáltatást nem kért a kerület. Ide egyébként úgy tudjuk, hogy autók fognak beköltözni. Jó a telek, látszik innen a félváros. A fogas kicsit hangos, de azok elég befolyásos autók lesznek. Mindent el lehet intézni. Most képzeld el, hogy egy 5 éves nyomi Opel Astra vagy, és ide kell jönnöd tárgyalni egy ilyen zöldrendszámos BMW-vel. Hajrá! Az 5-ös út aljánál fekvő 35.000 négyzetméteres telken volt már fürdőhely, szanatórium, gyógykórház, tüdőszanatórium, laktanya, elmegyógyintézet. Aztán elsukorosodott az értéke, és hiába mondogatta az önkormányzat, hogy egészségügyi intézményt szeretne ide, az lett a sorsa, mint mindennek a kerületben, elkezdték építeni a lakóparkot. 7 darab, összesen 107 lakásos társasházat alakít itt ki az E10 Project Kft., és hál' Istennek mindegyikhez 2 parkoló is épül majd. Alapvetően szeretem a természetet, de azért nem kéne bejönni a városba. Ezt a telket jóval sűrűbben lehet beépíteni, mint a környező lakóvezeteket, és ennek egy oka van, hogy ez hivatalosan nem lakóvezet, hanem úgynevezett intézményi terület. Régen persze az is volt, hiszen egy szanatórium működött itt, ugye akkor 2018-ban, mikor megváltoztatta az önkormányzat az építési szabályzatot, elfelejtette lakóvezetbe minősíteni, hanem megtartotta a jóval nagyobb beépíthetőségű intézményterületként, ám engedélyezték a lakófunkciót. Ennek a beépíthetősége jelenleg 15%-os, a megengedett legnagyobb szintterületi mutató pedig 0,43, ami azt jelenti, hogy több mint 5000 négyzetméteres alapterületen nagyjából 15000 négyzetméternyi lakást lehet itt felépíteni, csak szemléltetésképpen az utca túloldalán 10%-os a beépíthetőség és 0,25 a megengedett legnagyobb szinterületi mutató. A tervekben az van, hogy a daruk végül ott maradnak,
ki lehet majd venni Airbnb-be ott a tetejét. Az ingatlant a 2010-es országgyűlési választások után 2 nappal értékesítette a SOTE, miután 1 milliárddal kevesebbre értékelte egy ilyenekre képes cég az árát. A Kiskunhalasi Kft. Szemlátomást ilyen projektekre szakosodott, nekik sikerült 1 milliárddal lejjebb tornászni a Gyurcsány féle Sukoró sztoriban is az ottani ingatlan értékét. Így végül 1,5 milliárd forintért vásárolhatta meg az Interimport 2 Kft. Azt, amit korábban több mint 3 milliárdra értékelt a szakvélemény. Hagyjál már! Most megyek keresztbe a templom előtt. A cég aztán tovább is adta új szerzeményét angol ingatlan befektetőknek. A pontos eladási ár nem ismert, azt viszont tudjuk, hogy 4,5 milliárdért hirdették az ingatlant, ami egyébként teljesen reális ára környéken. Ám ha az érdekel minket, hogy igazából kinek a pénzéből is zajlik az építkezés, érdemes ránézni a tulajdoni lapra, ahol láthatjuk Mészáros Lőrinc éppen bankholdingba tartó MKB-jének 21,5 milliárd forintos jelzálogjogát. Ahol most a lakópark épül, ott a 19. század közepe táján épültek fel az első épületek. A felső részen volt Eötvös Józsefnek a nyaralója, nem is egy, hanem mindjárt 2. Volt egy nagyobb, egy 8 szobás vendéglővel, és volt egy kisebb 2 szobás is. Ezeket mostanra elbontották, és az egykori Eötvös uradalomból a picivel arrébb található karthauzi lak maradt meg mostanra csupán. Az ingatlan alsó felét az 1830-as évektől a híres Hírhedt úgynevezett szép kilátáshoz vendéglő foglalta el, amelynek szomorú végzetét az okozta, hogy később elépült egy ház, és megszűnt a kilátás, a vendégek pedig átszoktak a már korábban is említett Eötvösféle étteremben, és ezt az épületet 1880-ban el is bontották. A Schwab-hegy fejlődését a 19. században alapvetően 2 dolog akadályozta, nem járt ide közlekedési eszköz, és nem volt vezetékes víz. Pedig utóbbit már a középkorban is sikerült megugrani, sőt, a budai várat innen látták el vízzel, csak aztán jött a török, és szétbarmolta ezt is, mint minden mást az országban. Az idióta harangozást azért jól lenne majd megszüntetni. Aztán 1874-re megépült a fogaskerekű, aminek épít volt még akkor a végállomása, és 1882-ben megépült a víztorony, elkészültek a szükséges átemelő állomások, és indulhatott az élet. A Schwab-hegyi tüdőszanatórium elődje, a dr. Vaskovics féle vízgyógyintézet 1883-ban nyitotta meg kapuit ezen a területen. A helybe jött és tolultak is ide a népek, persze nem a legszegényebbek. Ezeket a korabeli vízgyógyintézeteket egyébként sokkal inkább valamiféle üdülőhelyként kell elképzelni, mint gyógyászati intézménynek. A hely egy idő után már nem tudta kiszolgálni a megnövekedett igényeket, így szükségessé vált a bővítése. Az építkezés Horthy Miklós kezdeményezésére 1924-ben kezdődött meg, ami tőkehiány miatt sokszor félbeszakadt, míg végül 1927-ben készült el a ma is álló főépület, és nyílhatott meg a Schwab-hegyi szanatórium. A név továbbra se tévesszen meg senkit, bár valamiféle szanatóriumként is működött az épület, itt igyekezett például rendbe jönni Karinti is, ugyanakkor a gyakorlatban ez az elit fürdő és nyaralóhelye volt. A tulajdonos csődbe vitte az építkezés, és az ingatlan a II. Világháborúig különféle bankok kezére került. 1934-ben épült meg az uszoda, amit maga Hajós Alfréd tervezett, és innentől végre előkerült a sokkal őszintébb strandfürdő elnevezés. A II. Világháborúban aztán miután államosították, az akkori igényekhez alkalmazkodott az intézmény, és először laktanya lett, majd hadikórház, és amikor már leginkább arra volt szükség, elmegyógyintézet. A II. Világháború magyar sikereit követően visszakapta a magánalkalmazottak biztosító intézete, de szinte csak azért, hogy 1951-ben újra államosíthassák, és tüdőszanatóriumot működtessenek a falai közt. Majdnem 20 évig, aztán 1979-től a SOTE belgyógyászati osztálya működött itt, az intézmény kiürítéséig 1998-ig, azóta pedig üresen állt és pusztult. Ember! Most mászok le a templomról. A Schwab-hegyi gyerekkórház egykori telkeit pár évvel ezelőtt értékesítette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2 nagyobb ingatlan csomag részeként.
Ennek keretein belül került már ekkor a Béla király 20 alatti hatalmas telek a Tibor Istvánhoz köthető Central Europe ingatlan alaphoz, viszont a korábbi nagyszálló épülete, valamint a Mártóhegyi úti hatalmas telek ekkor még a jelinek Dániel féle Middle Europe Convergence ingatlan alaphoz került. Ám aki aggódott volna, hogy még mindig túl kevés ingatlan került miniszterelnök úr családjának érdekeltségébe, megnyugodhat. Idén ugyanis ez a két telek is már átkerült a Tiborcz féle ingatlan alaphoz. Megvettük amúgy ezt is itt még hátul, ez sokkal értékesebb, még át kell majd minősíteni. Jó, hanem még idén. Talán az ide tervezett lakópark építés váltotta ki a legnagyobb felháborodást az elmúlt időszakban. Valószínűleg azért, mert a három tömbből álló 78 lakásos épület a 155 parkolóval egy Natura 2000-es területen tájvédelmi körzetben valósulna meg. És ráadásul elég sokat lehet ide építeni, ugyanis ezt is vegyes intézményi területben hagyta meg az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy elég 35% zöld felületet megtartani, 30%-ot be lehet építeni, és 12 méter magas épületek lehetnek. Az engedélyeztetési eljárás még zajlik, ugyanakkor a hegyvidéki önkormányzat tervtanácsa már rábólintott a tervekre, ők azt írták, hogy városképi szempontból ez teljesen rendben van. A beruházó által készített hatásvizsgálat talán legkülönösebb része, amiben kifejtik, hogy azért is jó természetvédelmi területre építkezni, mert akik majd az itt megépült lakóparkokba költöznek, ők bizonyára nagyon természettudatosak lesznek. Wow! A lakóparkot az Omega 99 Kft. Tervezi megépíteni, melynek tulajdonosai Felesben Futó Péter és Nyíri Viktor, előbbi a 29., utóbbi a 90. leggazdagabb magyar. Mindketten sikeres ingatlan befektetők, részben Futó Péterhez köthető a Futureal csoport, ami többek közt a Corvin negyedet is felhúzta, úgyhogy sajnos valószínűleg képesek lesznek ezt a lakóparkot is megépíteni. A cég egyébként megvásárolta a mellettünk levő ennél jóval nagyobb erdős területet, ami hivatalosan is erdő, de vajon miért vásárol meg egy ingatlan befektető egy erdőt? Ezen a telken egy a 20. század elején épített villából alakította ki az 1920-as években Preissis Kornél magángyógyintézetét tüdőbeteg gyerekek számára. Ő korának egyik sikeres orvosa volt, ám pehére épp a Tanácsköztársaság idején nevezték ki a János Kórház főigazgatójának, így a rendszer bukásakor őt is elküldték. Az intézmény ebben a formájában a II. Világháborúig működhetett, mikor is Preissisen másodszor is átgázolt a történelem, zsidó származása miatt bujkálnia kellett, ám kihozták a dologból a lehető maximumot, túlélték a világháborút. A II. Világháború után ezt az épületet is a fél országgal együtt államosították, ráadásul maga az AVH, ami 1958-ig használta is saját értelmetlen céljaira. 78 után, amikor TBC már annyira nem, de mindenféle más probléma még mindig volt, a Tündérhegyi Pszichiátriának kerültek ide az osztályai. Ez 1994-ben beolvadt az Opniba, de aztán Gyurcsány, és 2007 óta az épület üresen áll. A Tündérhegyi Pszichiátria 2016-ban vesztette közpénz jellegét, mikor is egy állami árverésen kikiáltási áron nagyjából 500 millió forintért kelt el. A 7500 négyzetméteres telek Botlik Balázs Property Miracle nevű cégéhez került, ő Farkas Flórián korábbi sofőrje volt. Üzletember, vagy mit lehet róla tudni? Sofőr? Igen, előbb valamikor volt a Ferlegi Tamásnak a miniszteri sofőrje, van neki ilyen kártyája, ami igazolás, köztársasági. Akkor volt a Farkas Flórinak egy ideig, akkor volt egy milliárdos bankának a sofőrje. A cég a 300 milliós önerő mellé a Matolcsi György unokatestvér által vezetett növekedési és hitelbanktól kapott 200 millió forint hitelt a vásárláshoz. Tekintve, hogy az ország egyik legdrágább részéről van szó, bátran mondhatjuk, hogy nem csinált valami jó üzletet az állam, hiszen itt alsó hangon is 150-200 millióért megy el egy 1000 négyzetméteres telek, ilyen épületek nélkül is. Az új tulajdonos nem érdekeltek olyasmi dolgok, hogy az épület ne induljon azonnal rohamos pusztulásnak, és igazából törvényi kötelezettségének, az állag megóvásnak sem tett eleget.
Nem kell nagyon költséges és drága dologra gondolni, ugyanakkor a védett épületeknél a tulajdonosoknak igenis a kötelessége, hogy legalább a további pusztulástól megvédjék az épületet. Az ingatlan azóta Rókusfalvi Pál állami megrendelésekkel kitömött cégéhez, a Roxer Kommunikáció Kft.-hez került, majd jött a 12. kerületi önkormányzat, és úgy módosította a kerületi építési szabályzatot, hogy imáról lehessen itt lakó funkció, jelentősen megnövelve ezzel az ingatlan értékét, miközben semmiféle ellentételezést nem kért ezért. Hagyjál már, itt egy templom! A mögöttem levő nagyjából 29 ezer négyzetméteres területen zajlik az egyik legnagyobb lakópark építése jelenleg a kerületben. A korábban beerdősült részt a piaristák kapták vissza a rendszerváltás utáni egyházi kárpótlást részeként, majd az egykori fonográfklub épületét eladták Tiborcz István egyik cégének, egy kisebb részen maguk kezdtek ingatlanfejlesztésbe, a legnagyobb részt pedig eladták ingatlan befektetőknek, nem törődve azzal, hogy így a Schwab-hegy egyik utolsó erdős részét teszik meg építési területté. A 19. század második felében főként szőlőtermesztés folyt a Schwab és a Széchenyi-hegy legnagyobb részén, mint ahogy ezeken a földeken is. Részben épp itt voltak Jókai Mór szőlői, aki innen nem messze a Költő utca 21-ben töltötte fél évszázadon át az életét, minden évben kora tavasztól késő őszig. Az előző század végén a magyarországi és az európai szőlők nagy része elpusztult, egy Amerikából behurcolt rovarnak köszönhetően. A filoxéra vészre nem létezett gyógyír, a gazdák nem tudtak vele mit kezdeni, és Magyarországon a kötött talajra telepített szőlők gyakorlatilag mind elpusztultak. Az odaveszett hegyvidéki szőlők helyén nem lettek új ültetvények, és a természet lassan visszavette a területet, beerdősültek ezek a részek, ugyanakkor az építési szabályzat nem követte a történteket, és ezek mind megmaradtak beépíthető telkeknek. A Költő utca melletti földek egy részét még a 30-as években megvásárolták a piaristák, egy másik feléhez pedig a 40-es években adományozás után jutottak hozzá. A II. Világháború után ezeket államosították, majd a rendszerváltás után kaphatták vissza egyházi kárpótlás gyanánt. Hosszú évekig aztán nem történt itt semmi, majd arra jutott a piarista rend magyar tartománya, hogy nem látja a területnek a rendeltetésszerű használatát, így a Hangya utca fölé oldalon maga kezdett építkezni, a többi részt pedig értékesítették, és a magyar egyházak teljes átláthatatlanságának hála sohasem fogjuk megtudni, hogy mennyiért. A tulajdonukban maradt részen a piaristák piarista ingatlanfejlesztésre szakosodott cégekkel, a PBG-vel, illetve a Portus Buda Gruppal, valamint Városi Gábor építész cégével kezdték el városiasítani a kerületet, és ennek keretében húztak fel 6 űrállomást, ügyelve arra, hogy minden lakáshoz külön úszómedence tartozzon, hiszen bizonyára Isten is így akarta volna. A legbelső rész Andy Vajna cégéhez került, majd az ő halála után a CHS Holdingon keresztül Szí Lászlóhoz és Polyák Józsefhez. Szí Lászlót bizonyára ismeritek, az ő karrierje leginkább Simicska kibaszarintása után kezdett el szárnyalni, mikor is a Duna Aszfalt nevű cége gyakorlatilag átvette a közgép helyét az állami közbeszerzésekben. Cserébe pedig a magyar politikai elit nyaralgathat luxushajóján. Szí László vagyona mostanra elegendő lett ahhoz, hogy a 10 leggazdagabb magyar közé tartozzon. Polyák pedig Tiszakécske fideszes alpolgármestereként kezdte, ő Szí László régi harcostársa és később cégeiben lett ügyvezető. A legnagyobb területen a Szokolov Alekszandr Vladimirovics, Szokolova Olga és Kereszt Katerina neve alatt futó New Vision Properties Kft. Kezdett bele az építkezésbe. Szokolov egyébként az orosz Gazprom G-Energy nevű kenőanyagait árusító, Magyarországon bejegyzett URT Oil Trade Kft. Ügyvezetője. Ezt részben ők fejezték be, részben pedig már építkezés közben eladták a Sky Mansion Kft.-nek, ami mögött Klauser Péter és Toldi Miklós István áll. Klauser Péter jobbára a piacvezető Northline nevű pénzváltó cégéből gazdagodott meg, Toldi Miklós István pedig az építőiparban jeleskedik. A maradék részen pedig az úgynevezett Endpoet Kft. Kezdett ingatlan fejlesztésbe, ami részben a már korábban is említett Klauser Péteré, illetve egy bizonyos Tóth Árpádé. A Hangya utca túloldalán már ezt megelőzően Tiborcz István cége épített fel egy családi házat, ám úgy tűnt neki likviditási problémái adódhattak, úgyhogy ez időközben átkerült Nyerges Zsolthoz. Nyerges Zsolt 2015 előtt Simicska Lajos egyik legfőbb bizalmasa és üzlettársa volt,
Ugyanígy éveken keresztül tulajdonos és igazgató volt a Fidesz média birodalmát szervező Infocenter ZRT-ben is. 2018. júliusában pedig ő vásárolta meg az immáron kegyvesztett Simicska és családja üzleti érdekeltségeit. És akkor ott van még az egykori Fonográf klub területe. Így nyitotta meg a budai pedagógus sportkör sporttelepének helyén a 80-as évek közepén Bródi János, Szörényi Levente és Szörényi Szabolcs két társukkal a Fonográf Country klubot, amihez hasonló akkor még nem igazán működött az országban. Itt ugyanis egyfajta üdülő paradicsomot hoztak létre a zenészek maguk és a gazdagabb érdeklődők számára. Voltak itt napkollektorral fűtött medencék, teniszpályák, tekepálya, étterem, videószoba, öltözők és egy külön épületben még stúdió is volt a zenészeknek. A hely hamar a korabeli elit kedvelt üdülő és szórakozó helyévé vált. A rendszerváltás után aztán bezárt a hely, és egy darabig a kerületi fideszesek egyik kedvenc helye, a polgári szalon működött itt, immáron piarista tulajdonban. Majd a piaristák az egészet értékesítették Tibor István Tusculanum nevű cégének, aki elbontotta a korábbi épületet, egy jóval nagyobbat épített a helyére, úgyhogy nem sokára jöhetnek majd ide a mostani fideszesek. Ember! Most megyek negyedszer körbe a templom körül. És itt a tőlem balra levő rész is nem sokára be fog épülni a Mártonlak és a Márton-Völgyi út között. Itt lesz majd a Barta villa és még két másik családi ház. Barta Csaba többek közt a Pannon Hóerőmű Energiatermelő ZRT igazgatósági tagja volt 98 és 2003 között, a MOL Petrolkémia ZRT igazgatósági tagja az 1998-2000-es években, és az EVM ZRT vezető tisztségviselője 2004-től 2010-ig. Pár száz méterrel odébb még mindig maradt egy bosszantóan erdős rész itt a Költő utca mellett. Ezen a kicsit nagyobb, mint 10.000 négyzetméteres területen az OTP ingatlan Kft. Kezd bele az építkezésbe. Itt fognak felépíteni 10 darab kétemeletes, egymáshoz nagyon hasonló épületet. Ez meg itt mögöttem a Beneda Attila államtitkár háza, aki viszonylag juttágyos áron vásárolt a 12. kerületi önkormányzattól egy védett épületet, amit elég drága lett volna felújítani, de szerencsére a ház leégett, úgyhogy épülhetett az új családi ház. És akkor van még egy utolsó nagy beépíthető terület, ezt Pár Attila szerezte meg, aki 49 milliárd forintos vagyonával jelenleg a 34. leggazdagabb magyar. Neve akkor lett ismert, mikor Tibor Istvántól megvásárolta az Elioszt nem sokkal azelőtt, mikor az Európai Unió vizsgálódni kezdett a problémás közbeszerzések miatt. Továbbá Páré az a Magyar Építők ZRT is, amely jelenleg éppen Mészáros Lőrinc ZAEV-vel közösen építik a Magyar Atlétikai Stadiont, amelynek költsége jelenleg éppen 246 milliárd forintnál tart. Ez itt mögöttem, ez tavaly lett kész. Ez ilyen új vonal, ilyen letisztult stílus. A Virágos útra tervezett lakópark építése egyelőre lehalt, és csak a félkész betonvázak szemezgetnek az arra járókkal. 1785-től a vízivárosi temető egy része volt itt, ami a századforduló nyomtalanul eltűnt, majd utána egy iskola, faiskolája működött itt, a szocializmus éveiben pedig a honvédség birtokába került. A szomszéd telken pedig a számos újítással előálló haditechnikai intézet biológiai és izotóp laborja volt. A területet 2014 márciusában ürítették ki, és ekkor jött először szóba az ingatlanok privatizációja. Az egykori honvédségi területet a 12. kerületi önkormányzat adta el a Florion Invest Kft.-nek, akik nem panaszkodhattak, hiszen több mint 16 000 négyzetméter területet kaptak 780 millió forintért. A cég az üzlet idején a Kerion cégcsoporthoz tartozott, innen került később a Lexan Holding tulajdonába. Előbbi a Rogán Antal féle lakáslottó, utóbbi pedig Szivek Norbert egykori MNV vezér miatt lehet ismerős. Az Index egy 2018-as cikkében mutatta be, hogy hogyan kapcsolható az üzletember a projekt. Akit korábban Sesszák Miklós fejlesztési miniszter erős embereként emlegettek, ma pedig Tibor Istvánnal számos közös ingatlan ügyletben vesznek részt. Meg ez ilyen közösségi, könnyen át tudnak menni a szomszédok egymáshoz, ez egyfajta válasz atomizált társadalmunkra. Az építkezésben viszont már nem ők vágtak bele, mert a telket a tervekkel együtt eladták az OTP egyik alapkezelőihez tartozó Balansz zárt körű nyíltvégű intézményi ingatlanalapnak. Ők felhúzták az épületek betonszerkezetét, majd a Covid-járványra hivatkozva abba hagyták a munkát, amit azóta se folytattak, és csak az épületek betontorzói meredeznek az ég felé.
Meg fogtok lepődni, ez az ingatlan szintén vegyes intézményi terület, megengedett lakófunkcióval, a beépíthetőség 20%-os, az épületek 9 méter magasak lehetnek, a színterületi mutató pedig 0,5. Ember, most mászok le a templomról! A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 1,5 milliárd forintért értékesítette az egykori BM-TBC kórház Budakeszi út melletti ingatlanját. Az épületek az egykori BM tüdőbeteg gondozó részére készültek, illetve pontosabban egy az erdőben levő titkos irodaépületet alakítottak át kórházzá. A bejárat mellett volt két hatalmas mesztelen szobor is, amit mostanra elbontottak, volt egy fekvő női akt és egy támaszkodó férfi akt. A rendszerváltás utára a TBC-s betegek száma már nagyon lecsökkent, ezért ez a funkció nem volt már rentábilis, így belgyógyászati és mozgásszervi betegek kezelésére alakították át az épületet. Az ingatlan az ország egyik legdrágább részén, a Budakeszi és az Árnyas út kereszteződésénél fekszik, és több mint 20 000 négyzetméter. A környékre alsó hangon jellemző 150 000 forintos négyzetméter árral számolva, ez legalább 3 milliárd forintot érne, és nem másfelet, amennyire eladták, de igazából még másfelet sem ér, ugyanis az árban benne volt még 39.991 négyzetméter pákozdi telephely, 4.865 négyzetméter pusszaszemesi telephely, 172.375 négyzetméter szintén pusszaszemesi, szintén telephely, rajta 10 üzemi épülettel, valamint vízből még egy pusszaszemesi kút. Remek üzletnek tűnik. Persze mondhatjuk, hogy nem sokat ért az ingatlan, ugyanis csak egészségügyi funkció lehetett volna itt, az akkori hatályos építési szabályzat szerint. De semmi gond, jött is gyorsan a hegyvidéki önkormányzat, ami a testületi ülésén úgy módosította az építési szabályzatot, hogy immáron a lakófunkció is megengedett. Természetesen ezért semmit nem kért cserébe az önkormányzat. A tulajdonosi szerkezetben azóta nagyon izgalmas változások történtek, a telek ugyanis a Big George 4 ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alaptól a Big George 40 ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alaphoz került idén májusban. Bár a mindenféle pénzügyi alapoknak éppen az a lényegük, hogy végső tulajdonosait nem láthatjuk, különösebben nem nehéz kitalálni, hogy Nagy György áll a háttérben. Nagy György a rendszerváltás utáni magyar gazdasági élet egyik ismert szereplője, még 1990-ben ő alapította a Wallis Holdingot, aminek 2000-ig vezérigazgatója is volt. Nagy György számos cégben érdekelt, megfordult a MET-ben, de az OTP igazgatósági tanácsának tagja is volt. A Forbes leggazdagabb magyarokat rangsoroló listáján a 30. helyen volt, 51 milliárd forintos vagyonával. Tudod mi van? Itt vaddisznó meg kullancs. A Telken egy árnyas erdő villapark fantázia nevű lakóparkot terveznek felépíteni, melynek építési engedélyezési eljárása 2022. októberében indult, és pár hónappal később meg is kapták az engedélyeket. A terveken látszik, hogy itt 6 darab 4 emeletes társasház fog épülni. És akkor megint ott vagyunk, ahol szoktunk, alapvetően nem lakásoknak szánt vegyes intézményi területről van szó, ezért lehet itt ennyit építeni, és ezért lehetnek itt majd 13,5 méter magas épületek. Szóval ez még itt csak az első ütem, ez végül sokkal magasabb lesz, így felmegy így ott arra, és aztán visszahajlik, és Pasarétnél fog lejönni. Ezen a telken működött a hegyvidék egyik első kocsmája, amit 1815-ben épített fel Adlitzer Márton, budai kereskedő, és a század végéig működött is a kocsma, annak ellenére, hogy lakosság nem igazán volt a környéken, viszont itt haladt el az egyik legforgalmasabb út, ami Budakeszire vezetett a budai vártól. Utána az 1960-as évekig nem igazán történt itt semmi, de akkor felépült a 6 emeletes Sunlight Hotel, 83 szobája volt, 2 liftje, panorámája, medencéje, és pontosan úgy nézett ki, amilyennek egy szociál szállodát elképzeltek. A név később komolyabb galibákat is okozott, a 90-es évek elején a Ferihegyről egyiptomi turistákat azért toloncoltak vissza, mert nem hitték el nekik, hogy létezik Magyarországon Sunlight Hotel, amiben ők éppen jönnének. A hotelt a rendszerváltásig az Iparszövetség üzemeltette, majd utána bérbe adták és piaci alapon működött, és pártok is sokszor használták frakció üléseikre, ahol elég vicces mondatok hangzottak el. Például az egyik MSZP-s ülésen, ahol Szűrös Mátyás különös nyilatkozatait vitatták meg, végül arra jutottak, hogy ennyit matyisztunk, és egy 96-os fideszes frakció ülésen pedig Dajs Tamás és Szájer József azt hangsúlyozták, hogy mi már akkor megmondtuk, ami nyilván egyenes út volt a Fidesz későbbi győzelméhez.
Az épületet 2006-ban a Questor vásárolta meg, amit ugyanúgy veszteségtermelésre használtak, mint gyakorlatilag bármit, amihez hozzányúltak. A társaság csődje után az ingatlan a 1,5 milliárdos értéke helyett nagyjából 500 millió forintért a Roof Kft.-hez került, amit korábban Németh Szilárd titkára vezetett, egyik tulajdonosa pedig Árpa Attila barátnője volt. Az épület utána a Luminor nevű ingatlanfejlesztő céghez került, amelynek végső tulajdonosai Földvári Gábor és Szőke István voltak. Ugyanakkor, ha valódi tulajdonost szeretnénk megtudni, akkor érdemes láttunk, hogy a telken 9 milliárdos jelzáloga van az MKB-nek, Mészáros Lőrinc korábbi bankjának. Földvári már a 80-as években is sikeres magyar vállalkozó volt, ugyanis felismerte, hogy egy számítógép körülbelül 10-szer annyit ért, hogyha be tudtad hozni Magyarországra. Ugyanakkor Földvári Gábor alapkezelő ZRT-je képviseli azokat a magántőke alapokat, amik elnyelték azt a KFT-t, amin keresztül a magyar állam a kínai vakcina beszerzéseket intézte. Az ő neve a letelepedési kötvény bizniszből is ismert lehet, ugyanis ő volt az egyik ciprusi illetőségű közvetítő cégnek a képviselője. Mivel a kerületi építési szabályzat szerint itt nem lehetett volna újra ugyanolyan magas épületet felhúzni, mint amekkora a szálloda volt, ezért eredetileg az volt a terv, hogy az épületet visszabontják a betonvázig, és így alakítják ki benne az úgynevezett luxus apartmanokat. Aztán később változott a terv, és az egészet mégis elbontották. A szabályzat szerint itt egy 12,5 méter magas épület épülhetne legfeljebb, a gyakorlatban itt egy 20 méteres készült el. Ez azért lehetséges, mert a magyar szabályok szerint az építmény magasság nem az épület konkrét magasságát jelenti, hanem nagyon leegyszerűsítve az épület összes felülete osztva a vízszintes felületek méretével, ami azt jelenti, hogy ha beépítesz pár tök felesleges, vízszintesen húzódó betonelemet, akkor sokkal magasabb épületet építhetsz. Azt gondolom, aki egy kicsit is követi a 12. kerületi nyilvánosságot, az láthatja, hogy az itt élők finoman szólva se örülnek ezeknek az építkezéseknek, amiknek legalábbis a méreteit simán korlátozhatta volna az önkormányzat. Így felmerül a kérdés, hogy az önkormányzat valójában miért is tett úgy, ahogy, miért tűnik úgy, hogy sokkal inkább a befektetők érdekeit képviselik, mint a lakosokét, ami nem tűnik elsőre végtelenül logikusnak, hiszen nekik elvileg a népszerűségre kéne törekedniük, jövőre épp választást akarnak nyerni. Jó, de még idén. Hagyjál már! Ember! Templom! Végre eladhatunk és beépíthetünk. Ember! Sztárok fognak ide költözni. Biztos nem engedni. Ha légbandás, sop, sop, de... Nem kell bejönni a városba. Át kell majd minősíteni. Mindent el lehet intézni. Tele volt patkányokkal. Skorpiókkal.